Kállai Miklós bronz szobra is érdeklődve figyelte azokat az autókat, amelyek közül néhány modell már akkor is megfordulhatott a parkban, amikor még az egykori miniszterelnök volt a kálósemjéni kúria lakója. Veterán autó bemutatóval kezdődött ugyanis a 20. kálósemjéni falunap. A 15 autócsoda közül a legértékesebbért akár 500 ezer eurót is elkérhetne tulajdonosa, amennyiben meg akarna válni tőle. ...1926-ban kezdték a sorozatgyártást, 440 darab készült belőle. A 25-ben készült kocsi az Hindenburg császáré lett. Ez egy nagyon ritka gépkocsi, sajnos volt nagyon problémája neki, hogy annyira bonyolult, annyira alkatrész van benne, hogy csak 3 évig gyártották, mert nem tudták eladni, mert olyan drága volt. A kétnapos falunapon a kúria parkja mellett a sportpálya, az általános iskola, a községi piac, a közösségi épület és a közbiztonsági központ ad otthont a rendezvényeknek. Pénteki napon egy sportpályán egy focitorna várható, ezen kívül emellett ismerlek kállósemjén egy ilyen vetélkedő következik. Ezt követően egészen éjfélig zenés mulatság. Holnapi napon délelőtt római katolikus mise lesz, ezt követően önkormányzati ünnepséggel, és egész nap tartalmas programokkal, a végén pedig P-mobil koncerttel várjuk az ide látogatókat, tűzijáték természetesen nem maradhat el. A szombati Szent Mise 10 órakor kezdődik, a nap programja pedig az éjfélig tartó utcabállal zárul.